15-én nemzeti ünnepünkön az Unitárius templomban. Szeretettel köszöntelek, és örvendek, hogy együtt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk. A közének előtt láttátok azt a kis bizonytalanságot, hogy vajon fel kell állni, állva kell maradni, vagy le kell ülni. És ezek az alkalmak, amikor együtt vagyunk, ezek azok, amikor megtanulhatjuk egymás templomában, mi is a szokás. Mert sok minden elválaszt bennünket, de van egy közös bennünk, mindannyian magyarok vagyunk. Amikor idegeneket fogadunk, vagy amikor mi vagyunk idegen országban, és sörrel kínálnak bennünket, tudjátok jól, mi sörrel nem kocintunk. És mindig elmondjuk az idegeneknek, de magunknak is, hogy miért nem. 161 év nem hosszú idő. Talán csak 3 ember öltő. De annyira bennünk maradt a vesztesnek, a megalázottnak, az igazságtalanul szenvedőnek a fájdalma és megaláztatása, hogy sörrel, a győztesek italával nem kocintunk. Milyen triviális példa. És mégis itt él bennünk. Ha megtudtuk és megtudjuk a mai napig tartani ezt, és olyankor mindig azokra emlékezünk, akik életüket adták a csatamezőn, akkor miért nem tudjuk megőrizni azt a hitet, azt a kiállást, azt az egymásnak vállalását, melyről elődeink akkor bizonyságot tettek. Kedves testvéreim, minden március 15-e nem csak az őseinkről szól, nem csak elődeinkről, akik csatatéren vagy aztán idehaza földön futóként, koldusokként éltek és kínlódtak, hanem rólunk is szól. Rólunk itt, akik itt ülünk a vadban, gyermekeinkről és unokáinkról. A temetőben pihenő halottainkról és a jövendő reménységéről. Magyarnak lenni nem könnyű dolog, és nem is volt soha, mert a történelem forgatagában mindig valahogy a vesztesek oldalán álltunk. De nekünk, gyermekeinknek és unokáinknak, ha mi is akarjuk, megadatik az a lehetőség, hogy végre legyen egy csatánk, legyen egy küzdelmünk, amiben talpon maradunk, és győzedelmeskedünk. Hogy megmaradjunk, mindannyiunk hitére és munkájára szükség van. Szükség van, hogy az édesanya tanítsa gyermekét anyanyelvünkre. Szükség van, hogy az édesapa tanítsa gyermekét az élet dolgaira, családjának, közösségének, történelmére. Szükség van, hogy a lelkész megtanítsa a gyermekeket,
ifjakat a hitnek megtartó erejére, és szükség van, hogy mi közösségként példát mutassunk gyermekeinknek és unokáinknak. Ebben a küzdelemben, e szent